Több mint egy tucat főzőcsapat készítette a finomságokat szombaton Szabolcson a megyei önkormányzat itthon együtt közösen elnevezésű érték találkozóján a Földvár tövében. Sült halat kínáltak fel ennél a sátornál, a rakamazi csapat a Tiszából fogott búságból készített ételeket. Én személy szerint zúzapörköltet csináltam tarhonyával, vagy a házi vegyesvágussal, és a kollégáim pedig sült busa, paprikás ízben forgatott busa, sült krumplival. Minden a Tiszából a hal természetesen, innen, úgyhogy ezeket. Milyen a hangulat a mai nap folyam? Szerintem halljátok, úgyhogy pálinkával bemelegítünk. Most már, hogy lazább lehet, úgyhogy most már köretet is fogunk hozzá fogyasztani. A demecseri pendelyes néptánc csoport gondoskodott délután a jó hangulatról. Az egyesület számára fontos, hogy országszerte hírül vigyék a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei hagyományokat. Mint amit látszik is a színpadon, óvodástól kezdve nyugdíjasunk még nincs, volt, de ők aktív tagjaink, csak nem táncolnak már, de a hagyományt ugyanúgy ápolják. És számos rendezvényre kapunk meghívást, pont ezért, mert ilyen egyedi hangulatba hozzuk a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei virtust. Voltunk a Dunapalotába is fellépni, a Vas Albert koncerteken, úgyhogy vittük a hírét a szabolcsi embereknek, mondjuk a demecseri káposztának is, de én jó magam, mint néptáncpedagógus 8 településen vagyok, és küldetésemnek tekinti azt, hogy mindenkinek átadjam, átörökítsem azokat a hagyományainkat, amik az utókornak is meg fog maradni. Csegei László Szabolcs polgármestere azt mondta, a helyi közösségeknek már hiányzott, hogy korlátozások nélkül lehessen megrendezni egy ilyen eseményt. Úgy érzem, hogy azért az elmúlt két év kibillentett bennünket egy kicsit az ünnepi hangulatból, települési rendezvényekből. Kicsit aggódtam is, hogy mennyire fog rámozdulni a helyi közösség, de nem csalódtam. Elég nagy az érdeklődés, örülnek az emberek, hogy újra együtt lehetnek, kikapcsolódhatnak, közösen beszélgethetnek, és hát egy jó étel közösen, az mindentől többet ér. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat összesen 20 helyszínen rendezi meg a programsorozatot. A cél az, hogy a népművészeten, a gasztronómián és a kultúrán keresztül erősítsék az egyes településeken a megyei identitást és az értékmegőrzést. Közösség erősítő rendezvényről van szó, megspékelve egy kis gasztronómiával, helyi ételekkel, a szabolcsi töltött káposztával, a tiszai hallal, a pacalpörkölttel, egy kis birkapörkölttel, bár abból a karcagi azt mondják nagyon finom, de itt is tudnak nagyon jót készíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hagyományok, úgy mint a néptánc, népdal, a gasztronómia, azok összekötnek bennünket, és alkalmasak egy ilyen rendezvényre itt a szabolcsi Földvár tövében. Szabolcs igazi történelmi település 1992-ben Szent László zsinatot tartott itt. Napjainkban is kedvelt úti cél a Földvár mellett lévő középkori templom és az attól alig néhány száz méterre lévő Tiszapart.